Itt egy futballválogatottról készült fotó a 80-as évekből. Ez a 2000-es évekből. Ez pedig napjainkból. Észrevettél valami különbséget a képek között? Figyeld meg alaposabban ezeket a férfiakat, majd nézd meg újra a mai képet. Nem látsz férfiakat, ugye? Ezek inkább fiúk, nem pedig férfiak? Az emberiség fejlődésének és a technológiai forradalomnak köszönhetően sok változáson mentünk keresztül. 1944-ben a férfiak Normandia partjainál harcoltak, az életüket kockáztatva teljesen tisztában azzal, hogy ez a kötelességük, és ez az áldozat, amit hozniuk kell. Manapság a legnagyobb kihívás talán csak a Call of Duty videójátékban való partra szállás a kanapéról. Fél évszázada a közösségi média megjelenése előtt személyes kapcsolatokat kellett kiépítenünk, megtanulnunk a nőkkel való ismerkedés művészetét, flörtölni és szembesülni az elutasítás kihívásaival. Ma viszont egyetlen új mozdulattal teremtünk kapcsolatokat a Tinderen keresztül. Míg korábban meg kellett küzdenünk az élelemért, ma csak egy alkalmazást kell megnyitni, és az étel az ajtónk elé érkezik. A modern kor kényelmei lehetővé tették számunkra, hogy sok mindent kényelmesebben, gyorsabban és egyszerűbben végezzünk el. De ez a kényelem néha arra is sarkal minket, hogy passzívabbak legyünk, és elszokjunk azoktól a kihívásoktól és erőfeszítésektől, amelyek korábban természetes részét képezték életünknek. Kényelmes életünk talán elvette ezt az ellenálló képességet és szívóságot, amelyet az előző generációk oly büszkén hordoztak magukkal. But tonight we're finding out if taking testosterone is risky to your heart. Time out, guys. We have a larger issue here. Since 2006, prescriptions of testosterone have doubled. The reason men keep getting weaker. Talking publicly about your sperm can often be awkward or taken as a joke. It's being called a landmark study that could affect millions of men who suffer from low testosterone. You might have a treatable condition called low testosterone. And got tested for low testosterone. 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 Valóban gyengülnek a férfiak. Sok információ került napvilágra, ami ezt látszik alátámasztani. Mi történik pontosan, és mi vezet ezekhez a beszámolókhoz? Evolúciós fejlődésről van szó, vagy csak statisztikai blödségről? Ugyanis az emberi faj és a férfiak jövője a tét. Nyilvánvalóan nagy változás történt a mai társadalom munkaerő igényeiben. Bár még mindig szükség van fizikai munkásokra olyan iparágakban, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a bányászati vagy a faanyag kitermelés, rengeteg olyan munka van, amit egy számítógép képernyője előtt végzünk anélkül, hogy egy csepp verejtéket is ejtenénk. Vajon ez a tendencia a technológia fejlődésével tovább folytatódik? Ez kétségtelenül aggasztó trend. Még a mai nagyüzemi gyártásban is láthatjuk, hogy az általános munkaerőigényeket egyre több robot veszi át évről évre. Miért fizessenek valakinek bért, hogy 9-től 5-ig dobozokat pakoljon, amikor egy robotba is befektethetnek, amely naponta 24 órán át rakja a dobozokat? Sosem lesz beteg, és sosem kér szabadságot, hogy elmenjen nyaralni, vagy horgászni a haverokkal. Akaratlanul is a Disney Wall-E filmje jelenik meg előttem, ahol a technológia már olyan mértékben előre haladott, hogy a robotok szó szerint mindent elvégeznek, az emberek pedig hatalmas, elhízott lényekké válnak, akik lebegő karosszékekben úszkálnak. Bár ez kissé túlzó és humoros, de már nem is állhat olyan messze a jövő valóságától. Ha nincs szükség arra, hogy a férfiak fizikailag megterhelő munkát végezzenek a családjuk eltartásáért, akkor az egyénen múlik, hogy eldöntse. Kimozdul és növeli az erőnlétét edzéssel, otthoni tornával, vagy olyan szabadidős tevékenységekkel, mint a biciklizés, a mászás, vagy bármely más sport, amely izmot épít. Rendben, tehát a kutatások szerint a férfiak gyengülnek. De ennek milyen következményei vannak? Az élet és az evolúció összképében valóban fontos, hogy nem vagyok olyan erős, mint az ősember ősöm, aki 45 méterről le tudott szúrni egy szarvast egy dárdával? Nos, egyes kutatók szerint igen, fontos. Nem meglepő, hogy a férfiak izomtömegük csökkenését tapasztalják, ahogy öregednek. Ezt az öregedéssel járó természetes folyamatot szarkopéniának nevezik. A 30 év feletti férfiak évtizedenként 3-5%-kal veszítenek izomtömegükből. Ezzel az alacsonyabb izomtömeg szinttel a mozgékonyság csökkenése és az erőnlét romlása is együtt jár. Mindkettő növeli a sérülések, törések és esések kockázatát. Az amerikai csont- és izületi betegségek kutatásával foglalkozó intézet jelentése szerint, ha szarkopéniád van,
kétszer-háromszor nagyobb a kockázata annak, hogy eséstől törést szenvedj. Tehát ez felvet néhány érdekes kérdést. Ha a mai férfiak általában gyengébbek 20 és 30 éves korukban, és 30 év felett évtizedenként 3-5%-ot veszítenek az izomtömegükből, akkor nagyobb kockázattal néznek szembe a szarkopénia miatti sérülésekkel idős korukban, mint az előző generációk? Tudományosan nézve ez elég logikus következtetés, nem? A modern férfi egyre súlyosabb kihívásokkal néz szembe. Merevedési zavar, szociális szorongás, alacsony önbizalom és mi egymás. E problémák egy közös tényezőre vezethetők vissza, a drasztikusan csökkenő tesztoszteron szintre. A férfinemi hormon, vagyis a tesztoszteron az izom növekedésért, a férfias jellegzetességek kialakulásáért felelős, és még a libidóhoz is köthető. Egy mai 30 éves férfi tesztoszteron szintje pont akkora, mint egy 50-es évekbeli 60 évesé. Gondold el, mint egy 60 évesé. De mi áll a drasztikus változás mögött? Hasonlóan az izomtömeghez a tesztoszteron szint is csökken a férfiak életkorával. Ez nem csak az izomtömeg növelését nehezíti meg, hanem csökkenti azt a hajtóerőt is, hogy eljárjunk edzeni és növeljük ezt az izomtömeget. Rendben, mindannyian tudjuk, hogy a tesztoszteron szint csökken, ahogy a férfiak öregednek. Ez nem meglepő. De ami talán kevésbé ismert és aggodalomra ad okot, hogy a férfiak átlagos tesztoszteron szintje 1980 óta évente 1%-kal csökken. Ezt egy 2007-ben a Clinical Endocrinology and Metabolism Journal-ben közzétett jelentés állapította meg. Egy további tanulmány, melyet 2020-ban mutattak be az Amerikai Urológiai Szövetség virtuális konferenciáján, hasonló eredményekre jutott. De ami még fontosabb, ezt kifejezetten a 15-39 éves korosztályhoz tartozó serdülőkben és fiatal felnőtt férfiakban fedezték fel. A tanulmány 1999 és 2016 között született. 4045 serdülő és fiatal felnőtt férfitől származott adatokat használt. Megállapították, hogy a teljes tesztoszteron szint a 2011 és 2016 közötti csoportban alacsonyabb volt, mint az 1999 és 2000-es év közötti csoportban. Azt is meghatározták, hogy a magas testtömegindex összefüggött az alacsonyabb tesztoszteron szinttel, bár a normál BMI-vel rendelkező férfiak tesztoszteron szintjei is alacsonyabbak voltak ebben az időszakban. A tanulmány az elhízást, az étrendet, a testmozgás és fizikai aktivitás hiányát, a környezetszennyezést és a marihuána használatát is lehetséges okként említette a tesztoszteron szintek csökkenése kapcsán. A csökkenések alacsonyabb libidóhoz és az erekciós diszfunkció kockázatának növekedéséhez vezetnek. Ez különösen aggasztó ebben a fiatal felnőtt korcsoportban, mivel sok férfi szégyelli ezt és nem mer segítséget kérni az alacsony libidó és az erekciós diszfunkció miatt. Ez nagyon ijesztő, mert általában, amikor a tesztoszteron normál értékeire gondolunk, ezt a korcsoportot vesszük alapul a kezelések esetén. Ez végül az alacsony tesztoszteron szint kevésbé hatékony kezeléséhez vezethet, aminek komoly és súlyos következményei lehetnek. Mások szerint a szója fogyasztása az, melyet azzal vádolnak, hogy megfeminizálja a férfiakat. Vagy a fogamzásgátlókból származó vegyületek miatt a csapvízbe kerülő ösztrogénre mutogatnak, ami befolyásolja a férfiak reprodukciós egészségét. Még aggasztóbb adat, hogy 1973 és 2011 között a férfiak spermium száma 59%-kal csökkent, és az előrejelzések szerint 2045-re ez az érték nullára esik. A tesztoszteron a férfiak szuperhormonja, ami motivációt és energiát ad, de most nagy veszélyben van. Az Amerikai Geológiai Intézet vízvizsgálatokat végzett, és megállapította, hogy bizonyos vegyi anyagok a vízben befolyásolják a halak hormonjait, melyeknek köszönhetően női reprodukciós tulajdonságokat fejlesztenek ki. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elég sok ilyen vegyi anyaggal érintkezik, akkor férfiból nővé fog változni, vagy fordítva. It resonates with the public when you see things like this that scientists frankly don't fully understand. One male largemouth bass from the Great Swamp, but all five male smallmouth bass from the Wallkill showed the female traits. It's a phenomenon researchers say they're finding across the country and the world, leading some to wonder if this is naturally occurring. Really, this is just pointing attention to the widespread nature of this problem. Már 1804-ben elkezdődött a szójaforradalom, tejtermelők vezették be ezt az új csodaszernek tűnő növényt.
Hihetetlenül gazdaságos volt, és tel is tele volt fehérjével, egy igazi jackpot a teheneknek. De mi van, ha azt mondanám, hogy egy rejtett titok is lappangott a szójavab körül? Nevezetesen a hihetetlenül magas ösztrogén szint. Ha nem tudod, mi az ösztrogén, nos, ugyanaz a nőknek, mint a tesztoszteron a férfiaknak. A túlzott ösztrogénbevitel azonban káros lehet, különösen a férfiak számára, például csökkenő tesztoszteron szinttel, meddőséggel vagy akár súlygyarapodással is járhat. Csak a szemléltetés kedvéért egyetlen bögre szója ösztrogén tartalma felér 20 000 bögre csicseri borsóéval. De ha azt hinnéd, hogy ez csak a tejiparra korlátozódik, tévedsz. Az élelmiszeripari óriások is felfedezték a szója varázsát. Szójaolaj, szójafehérje és sok más szójatermék árasztotta el a piacot. Virslik, felvágottak, májkrém, kenőmájas, szinte mindenféle húskészítmény. Még a mirelitek is szójafehérjét tartalmaznak. De előfordulhat, hogy szójaliszt van kenyérben is. A csokikban szójalecitin van, mint emulgálószer. Az olcsóbb nugát krémekben is rengeteg van, mivel tökéletes töltelékanyag. Mindenben, amiben mogyorót, diót kellene tenni. A zacskós készételekben, a félkész pasírtban, a csibefalatokban. A népszerű csipszeink is szójaolajban sült finomságok. A babák tápszerében is szójával találkozhatunk. Sokaknak eszébe sem jut, hogy ezzel milyen hormonális kockázatot vállalnak. És itt jön a csavar. A szója nem csak a benne lévő ösztrogénnel veszélyes. A szója tárolása során a raktárak sötét, párás környezetében a babok penészedni kezdenek. És ki gondolta volna, ez a penész is ösztrogént termel. Egy tanulmány kimutatta, hogy ezen penészes ösztrogén hatására korai pubertásban lépő lányok testsúlya drasztikusan megnőtt. Ezen felbuzdulva ugyanezt a penészes ösztrogént pedig az állattenyésztők is elkezdték használni állataik gyorsabb hízlalására. A képlet egyszerű, de sokkoló. A szója és a benne lévő penész titokban ösztrogént pumpál az étrendünkbe, ami hosszú távon komoly egészségügyi problémát okozhat. Ha törődsz az egészségeddel, az étkezéseddel és a jövőddel, itt az ideje, hogy elkerüld a mesterséges élelmiszereket és csak megbízható forrásból származó hústermékeket válasz. A tét ugyanis óriási. Ha mesterséges ételeken edződik a szervezeted, már is a rossz útra tévedtél. De mi a következő nagy ellenség? Hát igen, a csapvíz, amit minden nap megiszol. A szomorú valóság az, hogy ma már rengeteg gyógyszert lenyelünk. Fájdalomcsillapítókat, antidepresszánsokat és még sok mást. De a lista vezető talán a fogamzásgátló. A durva az, hogy ezeknek a gyógyszereknek csak egy kis része marad bennünk, a többi pedig a vizelettel kiürül, és egyenesen az ivóvíz tisztító rendszerekbe kerülnek. És itt van az újabb meglepetés. Sok fogamzásgátló egy ösztrogén variánst, az etinil ösztradiolt tartalmaz. Ez a hormon, meg más veszélyes vegyületek visszakerülnek a csapvizünkbe. A gond az, hogy a víztisztító rendszereink, melyek közül sok már elavult, nem képesek ezeket a vegyületeket kiszűrni. A dolog ennél is aggasztóbb. Ha zuhanyzol vagy ivóvizet iszol, beviszed ezeket a vegyületeket a szervezetedbe. És ezt az állatvilág már érzékeli a következményként. Kutatások bizonyítják, hogy a hímhalak, amelyek olyan ösztrogéndús vízben élnek, mint például a fogamzásgátlók, nőies jellegzetességeket mutatnak. Ezek a halak akár petesejteket is képesek termelni a heréikben. Az ilyen hormonális változások a következő generációkban is megjelennek, ami azt eredményezi, hogy egy ösztrogénnek kitett hímhal még akkor is rendellenes utódokat hoz létre, ha már nem él az ösztrogénes vízben. I want to know why some of the male fish here are developing female reproductive traits, whether it's a quirk of nature or whether it's something humans have done intentionally or even inadvertently to the water. És ez ugyanaz a víz, amely jelenleg is a csapból és zuhanyból folyik az otthonainkban. És a többi gyógyszert még meg sem említettük. Mi van a mikroműanyagokkal? Vagy a vízben lévő ólommal, baktériumokkal és más veszélyes vegyületekkel? Az atrazin nevű vegyületről hallottál már? Egy sokat vitatott videó szerint ez a vegyület a békákat homoszexuálissá teszi. A lényeg a következő. So as they tell you what atrazine does to this frog's hormones, you should be thinking about what it does to me, to humans. Londonban vizsgálatok során feltárták, hogy a fogamzásgátlót szedő nők vizeletében található anyagok bekerülnek a víztisztító rendszerekbe, ami az ivóvíz forrását is érinti. A jelenlegi víztisztítási módszerek nem tudnak mindent hatékonyan eltávolítani, így az atrazin, mely képes az ösztrogént utánozni, maradványokban jelen lehet a vízben.
Ez a videó bemutatja, hogy békákon végzett kísérletek során, ha magas atrazin koncentrációval érintkeznek, a párzási szokásaik megváltoznak és homoszexuális viselkedést mutatnak. Ez felvet néhány aggályos kérdést. Vajon az emberekre milyen hatással lehet az ilyen víz fogyasztása? Sokan úgy vélik, hogy ez erős ösztrogén hatást válthat ki, ami különösen veszélyes hatást gyakorolhat a férfiakra. És még a palackozott víz sem mindig az, mint aminek látszik. Olykor csak a csapvíz egy műanyag palackban, mely tele lehet ftalátokkal, ami igen, megint az ösztrogént utánozza. Még ha az a kérdés nem is dőlt el benned arról, hogy az élelmiszerekben és a vízben lévő ösztrogén nőiesebbé teszi-e a férfiakat, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a férfiak önmagukat teszik femininebbé. A TikTokon egyre népszerűbb trend a férfiak szépségpiaca és sminkje. A Covid okozta lezárások, amelyek során az emberek nem mehettek szépségszalonokba és órákon keresztül kísérleteztek, sok férfit erre ösztönzött. A GWI jelentése szerint 2018 óta 21%-os növekedést mutat a szépség és kozmetika a férfi fogyasztók körében. Ez a leggyorsabban növekvő érdeklődési terület világszerte. A jelentés azt is állítja, hogy a férfiak kozmetikumok iránti érdeklődése robbanásszerűen nőtt. Olyan piacokon, mint Kína, Ausztrália és Indonézia, sőt, az Észak-Amerikában és Európában tapasztalt jelentős növekedés is azt mutatja, hogy ez valóban globális trend. A pandémia kezdetén a férfiak érdeklődése a szépségtermékek iránt példátlanul nőtt, miközben a nők érdeklődése a stagnálás jeleit mutatta. Globálisan 2021-ben a férfiak szépségápolási piaca 55 milliárd dollárt ért, és ez várhatóan 2030-ra megduplázódik 110 milliárd dollárra. A TikTok férfi beauty influencere David Kim szerint ez azért van, mert az előző generációk férfiai nem voltak olyan öntudatosak, mint most. A selfik és más az esztétikára összpontosító közösségi média tartalom trendjének köszönhetően. Azt is állítja, hogy a mai férfiak öntudatosabbá váltak, és a férfiak szépségápolási szokásainak növekedése a kinézetük iránti bizonytalanság eredménye. Az egyik vezető férfi szépségmárka a TikTokon a Strix becslése szerint 2022-ben az eladásaik 70-75%-a a TikTok közönségétől származott. Mi lett a 20. század klasszikus férfi ideájával? Hol vannak a Marlboro férfiak, a James Deanek, a Sean Connerik és a Clint Eastwoodok? Hogyan változtatta meg a modern férfiak elvárásait és az önmagukhoz való viszonyukat a kultúra és a mérgező férfiasság fogalma? Sokan így gondolják. Az Amerikai Pszichológiai Társaság még olyan irányelveket is közzétett, amelyek a hagyományos férfiasságot károsnak nevezik. Egy honlapjukon közzétett tanulmányban azt írják, hogy a későbbi kutatások fő iránya az, hogy a hagyományos férfiasság, amelyet a sztoicizmus, versengés, dominancia és agresszió jellemez, összességében káros. Ez különösen releváns a médiában ábrázolt férfiak esetében. Ha a média átformálta a férfiasság fogalmát, a közvélemény hogyan érzi és látja mindezt? Nos, egy a Politico magazin által készített új közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 36%-a úgy érezte, hogy a szórakoztatóipar és a kultúra nehezíti, hogy büszkén érezze magát a hagyományos férfi szerepébe. Hogyan válhatott a férfiasság kifejezése egyszerre cikivé? Hova tűntek a büszkeség, az erő, a bátorság és a vezetői képességek? Gondolkodtál már ezen? A divatvilág az a terület, ahol ma már a férfiasság eltűnni látszik. Szinte nem kívánatosnak mutatja be a klasszikus férfi képet. Hallottad már a toxikus maszkulinitás kifejezést? Mostanra ez az elgondolás úgy tűnik elnyomja a hagyományos férfi ideált. Azt hiszed, mindez véletlen? Még egyre inkább elkerülöm az összeesküvés elméleteket, azt kell mondanom, hogy van itt valami. Gondolj csak bele, nem lenne egyszerűbb egy gyenge, feminizált férfi populációt irányítani? Valószínűleg nem egy tervezett összeesküvésről beszélünk. Inkább olyan körülményekről, ahol a profitéség a férfiak kárára válik hasznossá. Nem gondolnám, hogy minden döntés mögött szándékosság áll. A legtöbb esetben csak egyszerű gazdasági móhóságról van szó. De az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi történik körülöttünk. Ma már több nő jár egyetemre, mint férfi. Az 1950-es években 70% volt a férfiak aránya, most már csak 40%. A sportok iránti szenvedély is csökken.
és ebben nagy szerepe van a tesztoszteron szintnek. De a jó hír az, hogy ha a tesztoszteron szinted alacsony és érzed a hatásait, létezik rá megoldás. Maradj velem, mert elárulom, amivel újra megtalálhatod és megerősítheted a férfi identitásodat ebben a modern világban. Szóval azt mondod, hogy nem vagy a legjobb formádban? Nos, ha igazán komoly változást akarsz elérni a tesztoszteron szinteden, akkor itt az ideje az életmódváltásnak. Az elhízás? A legnagyobb ellenséged a tesztoszteron harcban. A nem megfelelő alvás? Sorsdöntő. A sok cukor és mesterséges kaja? Egyenesen tesztoszteron romboló. De kezdjük az alapoknál. Az alvás a kulcs. Nem az a fajta, amikor tévét bámulod egész éjjel zombi üzemmódban, hanem a mély, gyógyító alvás. De van egy új, szenzációs veszély, ami fokozottan fenyeget minket. A modern technológia. Igen, a telefonod. Az azonnali kielégülésre vágyó Pornhub és OnlyFans. Egyenesen a tesztoszteron káoszba vezetnek. Emlékszel még, amikor az emberek a valósághoz voltak kötve? A következő állomás a napfény. Igen, ne légy vámpír. A napon való fürdőzés mindig is az emberi ősi energia tankolásának kulcsa volt. Póló le és irány a napsütés. De itt ne álljunk meg. A műanyag és a csapvíz. A modern világ két extra bűnöse. Elhagyva őket, szintet léphetsz. A napfény apróságnak tűnhet, de ne becsüld le. Napfény egyenlő a D-vitaminnal. Bár nem vagyok tudós, de azt állíthatom, minden egymásra épül és a reggeli napsugárzás beállítja az alvási ritmusod, csökkenti a stressz szintedet és ösztönzi a hormonok egészséges működését. Képzeld el, hogy csak pár kis változtatással a népesség 80%-ánál jobban érezheted magad. Hát nem éri meg? Akármennyire is próbálkozunk, az ösztrogének mindenhol jelen van. A levegőben, a termékekben. Még ha egy eldugott kis erdőben élnél, valahogy ott is megtalálna. De nem adjuk fel, igaz? Lépésről lépésre egy jobb és egészségesebb én felé. Ha ma csak egy dolgot viszel magaddal ebből a videóból, legyen az az elhatározás, hogy változást hozol az életedben. Nem kell óriási lépésekben gondolkodnod, elég egy kis lépés a változás felé minden nap. Légy a saját életed hőse. Pumpáld fel a tesztoszteron szintedet, és élj egy fenomenális életet. Hozd ki magadból a legjobbat.